A város több pontján is találkozhatunk fákat, növényeket metsző szakemberekkel. Ezt minden évben a vegetációs időszak kezdete előtt végzik el. Fontos a szakszerű, kellő időszakban elvégzett meccés, ennek köszönhetően teljes parkok újulhatnak meg város szerte. Barbár módszernek tűnhet az ifjítás, hiszen gyakran megrémülnek a városban lakók a fák erőteljes visszameccésétől, azonban sok esetben csak az ágak erős visszavágása jelenthet esélyt a fa életben maradására. Ráadásul ezzel a baleset veszély is megszüntethető. Ezekre a munkákra itt a fűzfáknál azért volt szükség, mert puha fájú a fűzfa, hamar előregszik, elidősödik, korhadásnak indul, a szerkezete elveszti a stabilitását, és ennél fogva balesetveszélyes helyzet alakul ki, egy akár egy kisebb szél esetében is erősebb, nagyobb vázágak szakadhatnak le, míg így majd szép új hajtásukat fog hozni, és egy pár év alatt visszanyeri igazából a majdnem eredeti korona méretét a fa. Ilyen ifjítást végeztek 2010-ben az Zicsi-ligetben és például a Rózsa-liget koros faállományán is, melynek eredménye ma már jól látható, és a fák újra erőteljes hajtásokat nevelnek. Szerdától pedig már a Mártirok útján, itt a Madács utca utáni szakaszon számíthatnak hasonló meccési munkálatokra a fehérváriak.